Beszélgető társam vezérnél dr. Hevesi Tünde, Buda Jenő megválasztott polgármestere. Engedje meg, hogy hát nehéz itt a Nexussal, mert hogy korábban, mint a SZOSZ vezetőjével, az óvodai szülők csoportjának a vezetőjével tegező Nexusban voltunk, de hát politikussá avanzsált, és itt már a magázó Nexus illik, szóval engedje meg, hogy gratuláljak. Számított a győzelemre? Bizakodtam benne, hogy sikerre viszem az elmúlt pár hónap kampány eredményei alapján a választáson ezt a megválasztási lehetőségeimet. Azt nem mondom, hogy biztos voltam benne, mert ez azért nagyon-nagyon erős túlzás lenne. Voltak erős ellenfelek, úgyhogy nagyon izgultam, de örülök nagyon, és tényleg ezúton is nagyon szépen köszönöm mindenkinek a bizalmat. Láttam itt egy könyvet a beszélgetés előtt, a lámpaláz leküzdésére ad hasznos tanácsokat, ezek szerint lámpalázas típus? És ha igen, akkor miért vállalkozik egy olyan feladatra 5 évig, egy olyan funkció betörtésére, ahol azért van egyfajta tájékoztatási nyilatkozási kötelezettsége, fel kell szólalnia majd bizonyos helyzetekben, rendezvényeken? Nem, szerencsére azért ilyen lámpalázom nincsen, tehát az elmúlt fórumok is, aki eljött a fórumaimra, azért azt tapasztalta, hogy beszélni tudok nagy közönség előtt is. Ezt a könyvet egy ilyen barátnőmtől kaptam, egy ilyen kis útmutatóként, hogy bizonyos tanácsokat érdemes belőle megfogadni, úgyhogy még nem olvastam, de kíváncsian várom, hogy mit tartalmaz. Nem tudom, mennyire tanulmányozta Buda Jenő történetét. Felteszem, hogy nem volt még ilyen fiatal polgármestere a településnek. Vannak információi, hogy eddig kik töltötték be, kik voltak az elődei? Az elmúlt 25 évről jelentős információkkal rendelkezem, mert ugye azért, hogy indulhassak, és hogy felmérjem azokat a problémákat, amik jelenleg is vannak a településen, azért utána kellett járnom annak, hogy mi történt. Viszont pont tegnap kaptam egy helyi lakostól egy olyan könyvnek a címét, ugye leírta nekem, hogy érdemes megszerezni, mert 98-ban kiadásra került itt egy olyan könyv szintén az előzményekről, úgyhogy azt majd mindenképpen szeretném valamilyen úton módon megszerezni, hogy ott is még tájékozódjak a még korábbi időszakról Buda Jenő történetében. De felteszem, hogy nem nagyon lehettek, általában nem jellemző, hogy ennyire fiatalon valaki egy település vezetője lesz, és azt csak úgy tippelem, hogy ön az első női vezetője Buda Jenőnek. Nem, volt már korábban is, ha jól tudom, Juhász Ágostonnénak hívták, de ugye róla túl sok információm nincsen, de azt tudom, hogy ő, ha jól tudom, ilyen 25 évvel ezelőtt volt itt polgármester. 4 éve lakik családjával Buda Jenőn. 4 év alatt milyen képe alakult ki a település működéséről? Mi az, amiben úgy érezte, hogy az ön személyisége, az ön tudása valamit hozzátehet, hogy ez egy jobb és élhetőbb település legyen? Covid időszakba költöztünk mi ide 2020-ban. A beköltözésünk óta mindig aktívan figyeltem a Facebook oldalon megosztott problémákat, felvetéseket, illetve azért én nagyon kerestem a kommunikációt az emberekkel, valahogy amúgy a személyiségemből fakad ez, tehát hogy kimentem, akit láttam, azért próbáltam kapcsolatot felvenni, beszélgetni emberekkel. Nyomon követtem, mondom, ezeket a felmerült itteni kisebb problémákat, felismertem azt, hogy az embereknek egyfajta igénye van arra, hogy meghallgassák őket, a kommunikáció iránti igénye. Úgyhogy idővel, ahogy ugye nyitott a lakosság, mindenki ugye kiszabadulhatott az utcára, még több embert sikerült megismernem. 1 éve van, hogy pontosan csatlakoztam ugye a szülők óvodai szervezetéhez, és ott meg az események folytán igyekeztem minél inkább aktívan részt venni a folyamatokban, és valahogy úgy éreztem, meg egyre több bátorítást kaptam egyébként tavaly nyár folyamán már a több lakó részéről, hogy esetleg indulhatnék képviselőnek, vagy valamilyen szinten ugye elláthatnék valamilyen feladatot a település életében, mert tényleg nagyon aktívnak érzem magam, meg szeretnék is nagyon aktívan tenni. Úgyhogy ez valahogy így erősítette bennem az elhatározást, és ez vezetett odáig, hogy hát mondhatom azt, hogy már decemberre már úgy formálódott bennem, hogy akkor biztosan indulok a polgármesterként a mostani önkormányzati választáson. Tavaly nyáron még nem lehetett tudni, hogy a jelenlegi polgármester az indul-e újra vagy nem. Ezt néhány hónappal ezelőtt döntött el, legalábbis a vele készült interjú során akkor mondta azt, hogy úgy döntött, hogy inkább nyugdíjba vonul. Akkor is indult volna, hogyha Budai úr is újra nyerekbe száll? Igen.
kifejezetten az eddigi polgármester tevékenységével voltak problémái, vagy egyszerűen más elképzelésekkel vezetni a települést? Más elképzelésekkel vezetném. Tehát mondom, én azt mertem felfedezni az elmúlt igencsak rövid 4 évem alatt, hogy nagyon-nagyon sok mindenkinek egy másfajta kommunikációra, egy picit ugye másabb világot élünk, nyitottabbak az emberek, érdeklik a folyamatok, mi miért történt, mi fog történni. Tehát egy picit szerintem jobban bevonódnának a helyi eseményekbe, a helyi történésekbe, vagy esetleg részesei szeretnének lenni bizonyos döntési mechanizmusoknak. Úgyhogy ebből is úgy gondolom én, hogy nagyon szeretném a civil szervezetekkel, a lakókkal legyen több olyan lakossági fórum, ahol felmerülhetnek a problémák. Egyetlen egy, amit így úgymond, hogy kritikaként mondhatok, hogy nagyon sok helyről viszont az a visszajelzés jött a lakosság részéről, főleg az elmúlt hónapok beszélgetései alapján, mivel úgy ugye kerestem több utcai beszélgetés során is a lehetőséget az emberekkel, hogy vagy nem kaptak, vagy nem úgy kaptak választ, úgyhogy ezt mindenképpen szeretném a jövőben módosítani, vagy nem tudom. Tehát ugye majd a hivatalba lépés után fog kiderülni, hogy mi miért és hogyan történt, és hogy hogyan fogom tudni én ezt másképp csinálni. Alapvetően tehát a helyi kommunikációval, az önkormányzat, a polgármester és a lakosok közti kommunikációval volt elégedetlen, ön, illetve az önhöz fordulók, illetve ezen szeretne változtatni. Én ezt felismertem, hogy szerintem ez egyfajta, nem azt mondom, hogy hiányosság, én ezt másképp csinálnám, másként vonnám be az embereket, másképp tájékoztatnám őket. Ugye most jelenleg, hogyha azt nézzük, egy fórum van, ahol az önkormányzati tevékenységről tájékozódhatnak, az önkormányzatnak a honlapja. Tehát ugye már egy kicsit modernebb világot élünk, mindenki szeretné esetleg Facebookon keresztül azonnal tudni, hogy mi történik a falu életében, frissebb információkat lehet arról adni, hogy mondjuk egy csőtörés volt, vagy ilyenek, tehát hogy kimenjenek olyan információk, amivel mondjuk a lakosság szembesülhet azzal, hogy ne induljon útnak, hogyha valahol van esetleg valami probléma. Tehát hogy legyen egy ilyen gyors reagálású információ átadás a lakosság részére. Az, hogy ön civilben közgazdász végzettségi jogász, az feltétlenül segíteni fogja a munkáját, hiszen jogszabályokat kell ismerni, a település pénzügyi kondíciói fölött kell gyámkodnia. Biztos vagyok benne, hogy ez hozzá fog tenni. Szerintem nagyon fontos az átláthatóság érdekében is a döntéseknek a meghozatala szempontjából is, úgyhogy én bízom benne, hogy az eddigi tanulmányaim azok hasznára lesznek egyrészt a döntéseimnek, a döntéseinknek, mert ugye a testülettel közösen hoz majd döntést, mindig ugye a polgármester is javarészt, de biztos vagyok benne, hogy ez csak hozzátesz, és nem pedig elvesz. Mit lehet tudni a testület összetételéről? Ugye az októberi helyzetről beszélünk, mert ez egy olyan furcsa szituáció, hogy a most megválasztott képviselők és polgármesterek majd csak októberben veszik át a megbízásukat, és kezdik a hivatalukat. Szóval mennyiben fog változni az összetétel? 4 fő, aki eddig is képviselő volt, továbbra is ugye képviselőként fogja ellátni a falu lakosságának az érdekében a feladatait. 2 új tagban, úgyhogy én nagyon bizakodom, hogy velük is jól fogok tudni együttműködni, meg hát azokkal, akik ugye jelenleg is voltak, mert hát ugye én egyedül indultam, mögöttem nem volt csapat, én egyedüli csapat nélküli jelentkező voltam, úgymond a polgármester jelöltek között, úgyhogy nekem is most kell úgymond egy csapattá válnom és egy csapatot kialakítani. Felvettem a kapcsolatot mindenkivel, akihez nem volt esetleg elérhetőségem, tőlük elkértem. Úgyhogy mindenképpen szeretném azt, hogy még október előtt legyen néhány alkalom, amikor úgymond kötetlen beszélgetés formájában megismerkedünk egymással, hogy ne úgy kezdjünk neki az októberi munkának, hogy kevésbé ismerjük egymást, vagy olyan döntéseket hozunk, hogy még nem igazán látjuk át egymást, egymás tudását, egymás hozzáállását, úgyhogy számomra ez egy fontos dolog, úgyhogy ezt minél hamarabb szeretném elkezdeni. Budai István polgármester úrral beszélte már a választások vége óta? A választások után kaptam tőle egy üzenetet, amelyben gratulált részemre, úgyhogy ezt ezúton is köszönöm, de egyébként a napokban keresni fogom, hogy én is úgymond tisztább képet kapjak erről, hogy az átadás átvétel majd hogyan zajlik, úgyhogy szeretnék hozzá egy időpontot kérni. Hogyan szeretné átvenni a települést? Ez egy álkérdés nyilván úgy, hogy minden tisztán lát és áttekinthető. De miben számít, inkább így kérdezem, polgármester úr segítségére a következő hónapokban? Én bízom benne, hogy az átadás átvétel úgymond békés és nyugodt körülmények között fog zajlani. Nem gondolnám, hogy ezt a 20 évnek a munkáját ő ne tudná átadni úgy, hogy egy tisztább képet kapjon úgymond az utódja. Úgyhogy én bízom benne, hogy gördülékenyen fog haladni. Mennyire lehet fölmérni azt, hogy
hogy hogyan fogja érinteni ez a civil létét, a családi életét, az emberi kapcsolatait. Ilyenkor az ember azt gondolná, hogy ugrásszerűen megnőnek a barátai valakinek, aki egy pozícióba kerül, ugye mert a polgármesterrel jó-jóban lenni. Tehát ön tapasztalta bármilyen változást, illetve mennyire készül arra, mennyibe fogja ez megváltoztatni az eddigi életét, életritmusát? Biztos, hogy meg fogja változtatni az eddigi életritmusom, tehát ez kétségtelen, ugye egy teljesen új helyzetbe kerülök, ami számomra is ismeretlen. Biztos, hogy megváltoztatja valamilyen szinten az ismeretségi körömet, mert tegnap nagyon sok ismeretlen bejelölt már úgymond a Facebook oldalamon is, de azt azért, majd ezt egyébként szeretném így magamnak megtartani, tehát van az a hivatalos Facebook oldalam, ami megmarad a továbbiakban, és én tényleg aktívan és továbbra is ugyanúgy nyitott leszek, sőt, még nyitottabb, mint az eddigi hónapokban minden felmerült kérdése, problémára, tehát, hogy ugyanúgy. Viszont szerencsére, hogy eddig is sikerült megtartom, mert ugye korábban is töltöttem be vezetői pozíciót máshol, mindig helyén tudtam kezelni az ezzel járó feladatokat, vagy esetleg idézőjelesen mondom a népszerűséget, úgyhogy én úgy gondolom, hogy ugyanaz az ember maradok, aki eddig voltam, annyi, hogy más lett egy picit a titulusom. De mondjuk arra gondolt, hogy az ott esetben leárad a víz egy nagy esőzés folytán, és éjjel kettőkor hívják, hogy baj van, és akkor a kisfiam elől föl kell kelni, hova mész, anyu? Tehát ilyenekre is fölkészült, vagy nem a kedves férje, hogy nem biztos, hogy mindig lesz meleg ebéd, vacsora, mert éppen a hivatali munka elviszi az ön idejét? Szerencsére a férjem is ugyanúgy kiveszi a gyereknevelésből a részét, amikor neki van rám szüksége, akkor én vagyok ott, amikor fordítva, akkor ugye ő van itt nekem segíteni, tehát ezzel nincsen probléma. Amennyiben meg olyan nagyon segítség kellene, akkor ugye azért vannak családtagjaink, nagyszülők, akik ugyanúgy be fognak segíteni, de természetesen ennek tudatában indultam neki ennek a feladatnak. Tervez-e olyan változtatást, hogy valami új hagyományt, tradíciót bevezessen, legyen ez egy közösségi program, budaienői napok, ifjúsági találkozó, fesztivál, tehát bármi ilyesmi, van-e ilyen ötlet? Ez egy pár évvel ezelőtt kezdődött, egy idős nénivel való beszélgetésem folytán, akik ide költöztek, és mondták, hogy mennyire örülnének, hogyha jobban be tudnának vonódni, hogy az itteni helyi idősekkel megismerkedni, és már akkor eldöntöttem, hogy milyen jó lenne, hogyha itt lenne egy kicsit nagyobb összefogás, hogy az időseknek egy úgymond egy szociális hálót kialakítani, és a programomban is az egyik úgymond fő alappillér, hogy szeretnék úgymond egy olyan szociális hálót, intézményrendszert kidolgozni, aki egyrészt a fiataloktól, a kistiniktől, a nagykamaszokon át, a kismamákat ugye felkarolja, és leginkább ugye az idősek számára lenne egy állandó klub, ahol lennének programok, akiknek lehetne ugye mindenféle eseményeket szervezni, különféle foglalkozások, meg hát ahol ismerkedhetnek. Tehát, hogy ez biztos, hogy egy új dolog lesz a falu életében, és a generációk összehozása az még egy ilyen nagyon fontos számomra. Én is így nőttem fel egy olyan településen, ahol ez úgymond divat volt, ma is él, ebben szocializálódtam, úgymond, és szerintem ez nagyon jó. Úgyhogy bízom benne, hogy ez is jól fog itt működni, tehát ez már biztos. A másik az, hogy közvetlenebb kapcsolatot nagyon szeretném, hogyha a környező településekkel lenne. Úgyhogy már úgy érzem, hogy a tegnapi nap folyamán elindult a környező polgármesterek részéről is egyfajta kommunikáció köztem is velük, úgyhogy én bízom benne, ez egy jó irány és jó úton fogunk ez ügyben haludni, hogy jó együttműködésre fognak kialakulni. A magánéletét nem félti egy kicsit? Ugye Magyarországon is, biztos világszerte, azért valaki egy hatalmi pozícióba kerül, még hogyha kis településen is, mindig jönnek a barátok mellett az ellenségek, az áskálódók, a sárdobálók. Erre mennyire lehet felkészülni, hogy adott esetben névtelen levelekkel, kommentekkel fogják bombázni, mert valakinek nyilván olyan nincs, hogy mindenkinek tetszik az, amit ön majd eldönt. Ez már most is megmutatkozott, hogy azért mennek mindenféle hírek, meg felvetések. Igyekszem ezeket a kevésbé hiteles információkat úgymond, nem azt mondom, hogy nem számba venni, hanem úgy hozzáállni, úgymond lelkileg, és minden egyéb tekintetben, hogy ne vegyem magamra ezeket a dolgokat, és hogy megfelelően tudjam ezeket kezelni, mert ez elengedhetetlen szerintem ahhoz, hogy valaki tisztán és normális lelkiismerettel, úgyhogy akik eddig úgy érzik, hogy nem ismertek, vagy nem találkoztak, hanem bizonyos felvetéseknek hittek, bízom benne, hogy majd az elkövetkezendő időszak megmutatja azt, hogy a személyem meg a hozzáállásom változtat ezen. Jó egészséget és sok sikert kívánok! Köszönöm szépen!